A mi segítségünk és esti áhítatunk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Annyi minden lehúz minket, Istenünk, valóban ezt kérjük most tőled alázatosan, hogy örök lét felé emelj. Lehúz a csüggedésünk, a gondjaink, néha olyan terheket hordozunk, hogy belenyomnak a sálba. Sokszor csak lefelé tudunk tekinteni, nem látunk ki a gödörből, amiben beleestünk, a kétségbeesésünkből, a félelmeinkből. Sokszor magunk nagyítjuk fel a bánatunkat, a veszteségeinket. Képzelt veszélyek között is képesek vagyunk szenvedni. Kérünk, hogy emeld fel a mi tekintetünket most, és emeld fel a mi szívünket. Kérünk téged, emelj minket önmagunk fölé. Köszönjük, hogy te veled felülmúlhatjuk önmagunkat. Te úgy meg tudsz gazdagítani minket, hogy nem csak magunkat adjuk másoknak, hanem tőled kapott isteni mennyei ajándékokkal szolgálhatunk. Taníts meg minket szárnyalni. Alázatosan kérünk, hogy a te igéd és szent lelked emelő ereje hasson most rejánk. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 4. részéből olvasom. A 4. rész 6-tól 10-ig és 25-től 30-ig terjedő verseit, de úgy, hogy az egész fejezetet szem előtt tartjuk közben. János evangélium a 4. rész 6. és következő versek. Ott volt pedig a Jákob forrása, és Jézus az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Jött egy samáriai asszony vizet meríteni, és Jézus ezt mondta neki: adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony: hogy kérhet inni zsidó létedre tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta néki: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta néki az asszony: tudom, hogy Messiás jő, akit Krisztusnak neveznek, és mikor ő eljön, megjelent nekünk mindent. Mondta néki Jézus: én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszél, de egyik sem kérdezte, hogy mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a korsóját, és elment a városba, és ezt mondta az embereknek: gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-e a Krisztus? Kimentek azért a városból, és Jézushoz mentek. Kedves testvérek, hetek óta az Új Szövetség nő alakjain tanulmányozzuk, és Isten üzenetét a róluk szóló bibliai történeteken keresztül igyekszünk megérteni. Így kerül ma sorra a samáriai asszony. Ebből a jól ismert, hosszú és gazdag történetből egyetlen üzenetet szeretnék ma továbbadni. Azt, amit az imént az énekben is boldogan énekeltünk, hogy benned mindent meglelek. Azt az üzenetet értettem meg ebből a történetből, hogy mindaz, ami megnyomorítja egy ember életét, Jézus Krisztusban kaphat igazi megoldást. Mindaz, amiben beletorzul, belenyomorodik egy emberi élet, amit legfeljebb tüneti kezeléssel tudunk mi emberek enyhíteni, gyökeresen megoldódhat Jézus Krisztus által. Jézus minden erőlködés nélkül, az ő egyszerű igéjével, kedves szavával, sokszor szó nélkül a puszta jelenlétével megoldást ad egyébként megoldhatatlan emberi nyomorúságokra is. Erről is szól a samáriai asszony története.
Ezt szeretném most néhány belőle vett részleten, példán szemléltetni, és közben gondoljunk magunkra, hogy nem én vagyok-e az Uram, ahogy a tanítványok kérdezték Jézustól. Szeretnék rámutatni először néhány alapvető emberi nyomorúságra, ami miatt sokan szenvedünk, aztán megkeressük ezeket a samáriai asszony történetében, és végül megnézzük, hogy hogyan segített Jézus ezeken az ő nyomorúságain. Mik azok, amik a leggyakrabban megnehezítik a mi emberi életünket, ami miatt a legtöbb panaszt halljuk, vagy ami miatt a leggyakrabban szoktunk magunk is panaszkodni. A leggyakrabban talán a magányossága miatt panaszkodik sok ember. Nem úgy, minthogyha Robinsonként egyedül számkivetve valahol idegenben élnénk, hiszen egyre nagyobb tömegekben élünk. Rohamosan megszűnik a magyar tanyavilág is, a szétszórtságból beköltöznek a falvakba, községekbe, sőt a városokba, ahol eddig is sokan voltak, ott lesznek még többen. Talán nincs a világon még egy ilyen abszurditás, hogy az ország minden ötödik lakosa egy városban lakjék, és mi éppen itt lakunk. De hát ennél sokkal nagyobb megapoliszok, óriás városok is vannak a világon. Toronyházakban és felhőkarcolókban élnek az emberek. Egy ilyen tizemeletes szalagházban 200 lakás van, az azt jelenti, hogy annyi ember él ott, mint egy baranyai faluban. Egyre közelebb kerülünk egymáshoz, egyre jobban összeferéselnek bennünket, és mégis egyre magányosabbakká válunk. Szociológusok, társadalomlélektannal foglalkozók most már szinte tucat számra írják azokat a könyveket, amelyek a kollektív magányról szólnak. Egyre jobban olyanokká válunk mi felnőttek is, mint a bölcsödések meg a kiscsoportos óvodások szoktak lenni, a szakkönyvek írják ezt, hogy együttes magány. Együtt játszanak ők egy helyiségben, de mindegyik magának játszik. Ők nem tudnak még kapcsolatot teremteni, nem tudnak közösen játszani, nem tudnak összefogni, elhatározni egy társasjátékot, a társasjátékot is szólóban játszák. Együtt vannak, és mégis mindenki egyedül. Nos, ez az ő korukban természetes, és aztán majd kinődik, felnőtt korban természet ellenes. Beteges, nyomasztó. Bele is nyomorodik sok ember. Gyakran előfordul az, hogy bejönnek a lelkészi hivatalba olyan testvéreink, akik fölkerültek vidékről, és itt munkásszálláson, vagy albérletben, vagy valahol ismerősnél, rokonnál kapnak szállást, és rettenetesen egyedül vannak. A hét végéig borzalmasak. Egy-egy nagy ünnep, ha azt is itt kell tölteni, ez egyenesen tragédia. Amikor arra gondolnak, hogy más a családjával van, ő meg itt egyedül. Aki meg a családjával van, az a családjában éli át, hogy milyen rettenetesen egyedül van. Hogy őt nem értik meg a többiek, hogy senkit se érdekel otthon, hogy ő vele mi van. Hogy estéről estére senki se kérdezi meg, hogy mi volt ma bent. Beléd rúgtak, megdicsértek, fáj valahol. Mert neki is fáj. Ő is azt várja, hogy tőle kérdezze meg a másik, és őt se kérdezi meg senki. És átéljük azt, amit a bölcsisek, hogy együtt vagyunk, és kiki magának. Egyedül. Ez a magány talán még fájdalmasabb, még nyomasztóbb, mint amikor valaki fizikálisan is egyedül van. Elég gyakran járunk öreg otthonokba, egyházi és állami szociális otthonokba egyaránt, és ott az idős testvérek mondják el, hogy mióta beköltöztek, azóta vannak igazán egyedül. Na ez így nem igaz egészen, ahogy mondják, de így élik át. Aki meg egyedül van otthon, alig várja, hogy valami olyan helyre kerüljön, ahol szót érthet a másikkal, ahol legalább veszekedni lehet, mondta a múltkor valaki őszintén. Mert ott meg az a nyomasztó. Nos, a magányosságot így vagy úgy nagyon sokan átéljük, sokszor még a legmeghittebb házasságban, a legmelegebb családi körben is kénytelen elfogadni az ember, hogy ez az ügy az én ügyem. Ezt nem lehet megosztani. Jó lenne megosztani a gondját, a döntést, a felelősségét, a folyamatos hordozását, de nem lehet. A másiknak meg szintén van valami olyan ügy, amit nem lehet megosztani. Amikor a gyerekeink születtek, akkor éltem ezt át, hogy hiába imádkozom én a feleségemért, és minden gondolatom ott volt egész nap, hogy megszületett-e, már nem született, ő hogy van,
Azt ő ott egyedül kellett, hogy átélje, és abban nem tudtam segíteni neki. És van ilyen, és ezt el kell fogadnunk. Néha ez nagyon nyomasztó és nagyon nehéz. Vajon van-e valami megoldás ebben? A másik nyomorúságunk, ami miatt sokat szenvedünk, a magánynak egy hatványozott, szinte végletesen súlyos formája a kiközösítés. Idegen szóval ma gyakran így mondják ezt, hogy diszkrimináció. Amikor valakit valami miatt kidob magából a közösség, lehet, hogy formailag nem, hogy ott van a népsorban, nyilván tartják, úgy a József Attila írta, hogy beírtak engem mindenféle könyvbe, és minden módon számon tartanak, de azért annak örülnek, ha nem vagyok ott. Azért nem közölnek velem mindent. Azért bizonyos pozíciókat én nem tölthetek be. Emiatt vagy amiatt. A bőröm színe, az anyanyelvem, a hitem, a múltam, az iskolázottságom vagy iskolázatlanságom miatt. Mindegy, hogy mi miatt, de tudom azt, hogy bizonyos esetekben én nem jöhetek számításba. Ezt vagy megmondják, vagy nem mondják meg, de éreztetik mindenképpen, és ez nagyon fáj. Ha megmondják, becsülettel még könnyebb. De ha csak éreztetik, az nagyon fáj. A diszkrimináció, a megkülönböztetés. Ami sokszor aztán azt jelenti, hogy ráütnek egy bélyeget az emberre, és ezt nem lehet lemosni. Nagyon sokszor a többiek nem is tudják, hogy mi van a múltjában, mi kifogás van ellene. Ez olyan flekkes ember, de mi a flekje? Ő se tudja, más se tudja. De rajta van a bélyeg lemoshatatlanul. Éveken, évtizedeken át, és szenvedi ennek a hátrányát. És nem tud bizonyítani sem, hiába bizonyít. Elismerik, megdicsérik, csak ne lett volna olyan a múltja. De milyen volt a múltja? Ezt nagyon gyakran senki nem tudja konkrétan megmondani. És ha van is ennek alapja és oka, nagyon ritkán hajlandók az emberek elfelejteni. Lemosni, eltörölni. A kiközösítés miatt nagyon sokat szenvedünk. Aztán nagyon sokat szenvedünk a kiszolgáltatottság miatt is. Amikor az ember nem tudja, hogy most vannak jogai, vagy nincsenek. Ha tudja is, hogy vannak, és mik azok, nem tudja érvényesíteni azokat. Vagy amikor tudja, hogy nincsenek. A többieknek meg vannak. És akkor kénytelen engedelmeskedni, beszélni, hallgatni, azt csinálni, amit mondanak. A jobb érzése, a jobb meggyőződése ellenére vagy mellett, megalkulások során, amikor valami miatt ki van szolgáltatva, kényszerhelyzetben van, nem ura magának. Aztán egy következő dolog, ami megnyomorít sokakat, ez, hogy nem értem. Nem értem, hogy miért kellett nekem ezeket elszenvednem. Nem értem, hogy miért éppen én. Nem értem a dolgok közti összefüggést. Hogy lehet az, hogy azok jobban boldogulnak, pedig nem tiszta eszközökkel harcolnak. Nem értem, hogy hol rontottam el az életemet. Senkit se vádolok. Magamban keresem a hibát, de nem találom. Meg tudok nevezni hibákat, de azok miatt feltétlenül ide kellett jutnom. Nem értem. Jó lenne világosan látni, tisztán látni, az összefüggéseket is látni. Nem értem magamat sem, a hozzám legközelebb állókat sem, néha hajmeresztőt, házastársak mennyire nem ismerik és nem értik egymás gondolatmenetét, logikáját, érzéseit, reflexióit. 20 év alatt meg lehetett volna már tanulni, és nem értik. És meg is mondják sokszor egymásnak, hogy nem értelek. Hogy ebben a helyzetben most miért így viselkedtél. Pedig előre kiszámíthatta volna, hogy úgy fog viselkedni, ha érteni, de nem értik. És ez kölcsönösen zavar minket. Aztán elég gyakran elhangzik ez a kérdés is, és ezt általában őszintén mondják az emberek, hogy hol van az Isten? Hol volt az Isten, amikor kitörtek a világháborúk? Hol volt az Isten, amikor Auschwitzot megépítették? Hol volt az Isten, amikor elvesztettem ezt vagy azt a hozzátartozómat? Vagy hol van az Isten, akihez szeretnék közel kerülni, ha van, de hogy lehetne erről megbizonyosodni? Mutassa meg valaki nekem őt vagy a hozzávezető utat, vagy járjon előttem úgy, hogy érdemes legyen követni, és legyek bizonyos abban, hogy megérkezünk oda. Kivétel nélkül minden ember nélkülözi az élő Isten közelségét, a vele való közössége,
és teljesen hit nélkül is kiáltanak emberek Isten után, és nagyon sokaknak kérdésük az, ami a samáriai asszonynak kérdése volt, hogy hol van az Isten? A Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben? Hova kell menni Istent látni? Ezt kérdezi ő Jézustól. És ez sokaknak kérdésük. Aztán nagyon sokaknak kérdésük, hogy meg lehet-e változni. Különös dolog, de főleg fiatalok, fiatal, tinédzser, 20 éves barátaim közül nagyon sokan szeretnének változni, amikor már eljutnak oda, hogy valamennyire megismerik magukat. És kellőképpen kétségbe esnek amiatt, hogy ők olyanok, amilyenek. És nem akarnak beletörődni abban, hogy olyanok maradjanak. De meg lehet-e változni? Mennyire határoznak meg engem az átöröklött tulajdonságaim? Tényleg ki vagyok szolgáltatva génjeimnek, és nincsen mit csinálni ellenük? Olyan sok mindent elhatároztam már, hogy másként csinálom. Holnaptól kezdve, január 1-től kezdve, a következő születésnapom után. És semmi nem változott. Marad minden a régiben. Vagy ha sikerült változni, nem hiszik el. A környezet továbbra is azt várja tőlem, hogy olyan legyek, mint azelőtt voltam. És ez ott van nehéz helyzetbe hozza az embert. Teljes meggyőződéssel másként akarok élni, kezd sikerülni, és akkor gáncsolnak, lefékeznek, mindig a régire hivatkoznak. Meg lehet-e alapvetően változni? Lehet-e mássá az ember? Vagy pedig ki vagyunk szolgáltatva mások előítéleteinek, hogy azt mondják, hogy ez egy ilyen. És ha akár mit csinálok, én akkor is olyan maradok az ő szemükben. Aztán igen sokat szenvednek emberek a rendezetlen kapcsolatoktól. Tele vagyunk a rendezetlen kapcsolatokkal. Családon belül, a munkahelyen, a nemzetközi életben. Igyekszünk ezeket rendezgetni, vagy megszokjuk, hogy rendezetlenek és szenvedünk miattuk. Keressük a hibát magunkban, másokban, de nem jönnek helyre valahogy. És végül még egyet említek, ami kapcsolatos ezzel az igével, hogy mire való vagyok én? Ki vagyok én voltaképpen? Ez nagyon sokakban megszólal. Már a néhány éves gyerek kezdi keresni önmagát. Szép vagyok én, vagy csúnya vagyok? Múltkor azt mondta valaki, hogy szép vagyok, valaki azt mondta, hogy csúnya vagyok. Most melyik az igaz? Magam sem tudom. Okos vagyok? Nem vagyok okos? Ügyes vagyok? Vagy tényleg olyan ügyetlen vagyok, mint amilyennek mondanak? Ki vagyok én? És mit tudok én használni? Mit tudok én tenni? És itt aztán két véglet között hánykódik a legtöbb ember, vagy az elbizalkodottság és gőg önmagának a túlbecsülése válik kórossá az életében, vagy önmagának a lebecsülése, alulértékelése. Sokféle kisebbségi érzet, és azért lesz tényleg ügyetlenebb, meg butább, meg kevésbé szép, mert maga is azt hiszi, hogy az. Sorolhatnánk még tovább, én most olyan általános emberi nyomorúságokat próbáltam itt összegyűjteni, amik a samáriai asszony életében is meglátszottak. Mert hogyan mutatkoztak meg ezek az ő életében? Magányos volt, ez kétségtelen. Az akkori falu közösség az egészen szoros összetartozást jelentett, és ez az asszony nyilvánvalóan kilóg ebből a közösségből. Egyedül megy a kútra délben, amikor senki nem jár kútra. A kút volt akkor a piac, ott beszélték meg a legfrissebb pletykákat, híreket, ott terjedtek tovább a különféle értesülések, lehetőleg hűvösen reggel és este jártak asszonyok a kútra. Ez az asszony itt déli 12-kor megy, amikor senkivel nem kell találkozni. Viszi a korsóját a fején, magányosan, pedig egy faluban élt, a falu nincs sehol, pedig egy férfivel élt, az a férfi kiderül róla, hogy nem társa igazán, csak egy férfi mellette, pedig már több házasságot elnyűjt és tönkretett, öt férje már volt, ez a mostani nem férje, csak együtt élnek, egyedül van, magányos. És kiderül, hogy kiközösített, diszkriminált asszony. A falu közösség véleménye megvan róla, ez egy olyan nő. Talán ezért is nem akar találkozni még az asszony barátaival sem. Az asszonyok különösen is összetartottak, mint kollektíve diszkrimináltak abban a korban. De nem keresi még az ő társaságukat sem, mert még ők is
kiközösítették maguk közül. Nem kell a falunak, nem kell az asszonypajtásainak, nem kellett a féljeinek, kiközösítették, rajta van a bélyeg. És kiszolgáltatott. Ez egészen bizonyos, ha egy kicsit is ismerjük a bibliai kort, minden nő kiszolgáltatott volt, minden asszony kiszolgáltatott volt, közel sem voltak olyan jogai az asszonynak, mint a férfinak. És az, akinek több házassága felbomlott már, és most aki együtt él valakivel, az azt jelenti, hogy kegyelemből befogadta ez a férfi, hogy megmentse az éhhaláltól. Önálló egzisztenciát akkor nő nem teremthetett magának. A férjének volt kiszolgáltatva mindenestől. Ha nincs férje, vagy elbocsátja a férje, az majdnem egyet jelent az éhhalállal. Nos, ez a férfi hajlandó volt befogadni, ennek a férfinek mindent meg kell tennie, amit parancsolt. Bármit. Ki van szolgáltatva neki. És tele van ő is ezzel, hogy nem értem. Nem értem, hogy miért alakult így a sorsom. Nem érti, hogy mit mondott neki Jézus, teljesen mellé talál, és egész mással gondol, amikor az élő vízről van szó, az egészet nem érti, amit ott Jézus neki mond. Nem érti először azt sem, amit Jézus önmagáról mond. Egyáltalán azt se érti, hogy Jézus megszólítja őt, hogy egy férfi szóba áll vele, aki csak nő, hogy egy zsidó férfi szóba áll egy samáriaival, akik egymásra sem néztek, elfordították a fejüket, ha találkoztak az úton, hogy egy rabbi szóba áll egy nővel, rabbinak szigorúan tilos volt nyilvános helyen, tehát utcán is nővel beszélni, még a feleségével sem, mert egy rabbinak a törvényt illik magyaráznia, asszonynak pedig hiába magyarázza a törvényt, mert úgysem érti meg. Ez volt az akkori gondolkodás szerint sajnos. Hogy jön ehhez Jézus? És ráadásul kér tőle valamit. Teljesen érthetetlen. Aki kért a másiktól, az ezzel megtisztelte a másikat mindig, az akkori gondolkodás szerint, mert feltételezte róla, hogy van neki valamije, ami neki nincs. Tehát bizonyos értelemben többre tartotta legalábbis abban a vonatkozásban, amit kért tőle. Fordítva gondolkoztak akkor az emberek. Ha valaki bejelentette magát a másiknál, hogy meglátogatja, ezzel egyértelműen megtisztelte, és nem háborodott fel a másik, hogy meghívás nélkül miért tolakodik a házába, mert ez azt jelentette, hogy feltételezi róla, hogy ott van hely, van vendégszeretet, lesz mit enni, és érdemes vele egy kicsit beszélgetni. Ezért olyan csodálatos az, amikor Jézus bejelentkezik Zákeusnál, hogy ma nekem a te házadnál kell lennem. És ezt ott nyilvánosság előtt mondja el, ez óriási megtiszteltetés volt Zákeusra nézve. A samáriai asszonyra nézve is, hogy Jézus azt mondja, hogy adj innom. Két pici szó. Egy rövid mondat, és ez az asszony nem érti. Egy új világ szele csapja ott meg őt. Mi ez? Ki ez? Álmodik talán. Ember számba veszik, tisztelettel beszélnek vele, kérnek tőle. Nem érti. De sok minden más sem ért, kiderül ez a továbbiakból. És őt is foglalkoztatta ez a kérdés, hogy hol az Isten? Ő így gondolkodott Istenről különös módon, de nem mosolyogjunk rajta, mert minket is néha megtéveszt ez a gondolat, hogy helyhez kötötte Isten. A samáriaiak azt mondják, hogy a Gajzim a szent hegy, és ott van a szent hely, ott lehet az Istent megtalálni. A hidók azt mondják, hogy a Sion hegyén, a jeruzsálemi templomban, ott van a szövetség ládája, ott kell az Istent imádni. Hol van az Isten? Higgyük el ennek az asszonynak, hogy őt komolyan érdekelte az, hogy hol van az Isten. Aki ezt kérdezi, annak a kérdése mögött nagyon gyakran ott van ez a másik is, hogy van egyáltalán? Vagy ha van, elérhető? Megtalálhatom én? Egy ilyen magamfajta is meggyőződhet arról, hogy ő van? Értem, van az Isten? Nekem is van Isten? És ezzel egyúttal arról is vallást tesz az ember, hogy hiányzik az életéből Isten, mint tényező. De aki már ezt kérdezi, az jó úton van, az jó felé keresgél. Én szívesen felelek minden ilyen kérdésre, még ha egyértelműen kötekedés, vagy okvetetlenkedés, vagy hitetlenség szólal is meg mögötte. Aki megkérdezi tőlem, hogy hol van, annak én boldogan igyekszem megmutatni, hogy hol találhatja meg. Samáriai asszony is megtalálta. Aztán neki is nagy kérdése volt, hogy meg lehet-e változni. Benne van a viselkedésében, a szavaiban, hogy neki már nem. Ő már ezzel elkésett.
Rajta már annyira rajta van a bélyek, hogy ez lemoshatatlan. Olyan erős előítélet veszi körül, hogy nem is érdemes erőfeszítéseket tenni a változásra. De mégis szeretne megváltozni, ez kiderül a történet végéből, hogy aztán sikerül is. Aztán a rendezetlen kapcsolatok, hát erről ne is beszéljünk az ő esetében. A nagy közösséggel, a kis közösséggel, a hozzá legközelebb álló valaki nem is állt olyan közel hozzá, ahogy beszél róla, egy csomó rendezetlen, tisztázatlan kapcsolat önmagával, a vallásával, Istennel, semmi sincs rendben. Mindenütt gyűrök vannak. És végül, hogy mire való ő egyáltalán? Hát mire való lenne? Arra, hogy legyen ennek a férfinak a szeretője, vezesse a háztartását, és ami ebbe beletartozik, hordja a vizet. A legnehezebb fizikai munkákat is végezze el, és mivel már ki is közösítették, és rajta van a bélyeg, a legalkalmatlanabb időben, déli hőségben. Erre való. Semmi többre, semmi többre. Bizonyos ez? Hát ma Jézus eldönti, hogy való-e valami másra is, telik-e tőle valami több is, vagy pedig csak ez a sziszifuszi munka, hogy felgörgetni a követ, aztán mire fölért vele, sziszifusz visszagördült, aztán lemenni a hegyről, megint felgörgetni. Egyszer azt mondotta egy pszichológus, hogy körülbelül ez a pszichológusok célkitűzése és lehetősége, hogy boldog sziszifuszokká tenni azokat, akik beleroppantak az élet terheibe. Nem tudunk más csinálni, mindig újra fel kell görgetni, és tudjuk már fél úton, meg az indulásnál is, hogy megint le fog jönni, aztán mi is lejövünk, megint felgörgetjük, ebből áll az élet. De ezt legalább boldogan csináljuk. Nem tudom, hogy lehet-e ezt boldogan csinálni. Jézus Krisztus nem boldog sziszifuszokká akar minket tenni, ez biztos. Na, hogyan mutatkozott meg Jézusnak a szabadítása ennek az asszonynak az életében? Tulajdonképpen semmi különös nem történik. Egészen rövid az a beszélgetés is, ami kettőjük között lezajlik. Egy-egy rövid mondat. De belekerült ez az asszony Jézus erőterébe. Mint említettem már, Jézus megszólalásakor, a legelső két szónál megcsapta őt valami új szél, a Szent Léleknek a szele. Valami új levegő vette körül Jézust. Ilyet még eddig nem látott, ilyet még eddig nem hallott. Ilyen férfivel még nem volt dolga. Ilyen kedves kérés még nem hangzott el irányába. Ennyit még senki nem tételezett fel róla, hogy ő segíthet, önként szolgálhat valakinek. Bekerült Jézus erőterébe, mindezekkel a nyomorúságaival, megnyomorított életével, és ezek ott Jézus közelében maguktól megoldódtak. Sorra rendre, aki ezt túlzásnak tartja, szíveskedjen elolvasni a János evangélium a 4. részét, odafigyelve lassan, gondosan, kénytelen lesz megállapítani, tényleg. Egyik is, másik is, harmadik is megoldódott. Megoldódott a magányossága. Már ezzel, hogy valakivel végre egészséges, tiszta, bensőséges emberi kapcsolatba kerülhet. Ma sokat használják ezt a szót, hogy kommunikáció. Hogy így tud közlekedni valakivel, vagy hogy valaki így áll szóba vele. Aztán ez a valaki visszavezeti őt a falu közösségbe, ahova ő már úgy érkezik meg, hogy ad. Mégpedig valami olyat ad, ami azelőtt még neki magának se volt. Tehát feltankolta őt ez a valaki. Jézus új tartalommal töltötte meg az életét, és ő mint a falu leggazdagabb tagja érkezett meg oda, hogy álmukból fölkiabálja az embereket, hogy jöjjenek már ki és nézzék meg Jézust. Visszaviszi a közösségbe, de úgy, hogy közben átformálja, meggazdagítja, és utána már a falubeliek is nagy tisztelettel beszélnek róla. Azt mondják, miután kimennek, és Jézus még két napig velük marad, és sokan új életre, hitre jutnak közülük, azt mondják az asszonynak, hogy most már nem a te beszédedre hiszünk. Ez azt jelentette, hogy hittek az ő beszédére is előtte. Most már nem a te beszédednek hiszünk, mert magunk láttuk és hallottuk, hogy ez a szabadító, akit megígértek a proféták, ő a Krisztus. Jézus nem mondja azt, hogy menjél vissza, nem mondja azt, hogy ennyi békülj meg azokkal, akik rád görvén néztek. Semmit nem mond. De az, hogy Jézussal igazán találkozott, az ő erőterébe bekerült, az ő igényét hallotta, az ő szeretete rá kiáradt, és ő nem védekezett ez ellen a szeretet ellen.
Ez visszavitte őt a közösségbe. Megszűnt a magányosság. Megszűnt a kiközösítettsége is. Pusztán ezáltal is, hogy Jézus így szólt hozzá. Ez messiási rehabilitáció volt. Ezzel Jézus ennek az asszonynak a becsületét helyreállította. Jézus nem tiltatja, hogy mit csináltál, mitől romlottak el a házasságaid, ennyi azért nem kellett volna így viselkedni. Soha nem tett ilyet Jézus. Ő ott kezdi mindig, ahol találkoznak, és onnan visszafelé is hat az ő kegyelme, meg előrefelé is küldetésé válik. Jézus számára ez az asszony nem diszkriminált. Ő minden előítélet nélkül fogadja őt, pedig tud róla mindent. És nem is hagyja a sötétben a sötét múltját. A fájó ponthoz oda nyúl, azért, hogy meggyógyuljon. Egy leleplező mondat elhangzik, azért, hogy tudja az asszony, hogy Jézus ismeri őt. A bűnt bűnnek nevezi Jézus. De aztán nem firtatja, hanem megbocsátja. Ő tudja, hogy mi miatt közösítették ki ezt az asszony. És mégsem úgy beszél vele, mint kiközösítettel. Gondoljunk a másik házasságtörő asszonyra, akit oda visznek Jézus elé, és a törvény paragrafusait idézve követelik, hogy tessék végrehajtani a halálos ítéletet, mert Mózes megírta, hogy így, meg így, meg így. Jézus azt mondja, így van, megírta, aki ilyet tesz, aki házasságot tör, azt meg kell követni. De akkor mindenki. Nem csak ezt, akit ti idehoztatok, hanem ha netalán közöttetek is vannak ilyenek, azokat is. Akkor legyünk következetesek. Elhallgatnak a kéretlen ügyészek, elpárolognak onnan, ott marad az asszony egyedül Jézussal. Az asszony, aki házasságot tölt és tetten érték. És Jézus nem mondja, hogy nem vagy bűnös, vagy nem érdemelnél büntetést, hanem azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Jézus nem ismer kiközösítést. Aki az ő közelébe kerül, arra kiárad az ő kegyelme. Megoldódnak a nyomorúságai. Aztán megoldódik a kiszolgáltatottsága is. Nincs benne a történetben, hogy annak a férfinek, akivel együtt élt, külön hirdette a Jézusról szóló evangéliumot, vagy őt is hívta el Jézushoz, ment a faluban és kiabálta feltetét, hogy jöjjenek ki. Nyilván az a férfi is hallhatta. Tehát az is kapott tőle valamit. Őt is meg tudja ajándékozni valamivel. Most ebben az összefüggésben legalább nem ő van kiszolgáltatva a férfinek. A férfi örök üdvössége függ attól, hogy komolyan veszi-e, amit tőle hall. Nem is mennyiségi, minőségi meggazdagodás ez. És szabadulás a kiszolgáltatottságból. Aztán sok minden tisztáztatik beszélgetés közben. Ő, aki az elején mondta, hogy nem értem, ez se, az se, amaz se, kap Jézustól választ. Sok kérdésről meg kiderül, hogy nem fontos. Nem minden kérdésre ad neki választ Jézus. De nem a kérdései foglalkoztatják a továbbiakban, hanem a küldetése tölti be. Ó, de sokszor látom ezt olyanoknál, akik Jézus közelébe kerülve ma ilyen megoldást kapnak, hogy amely kérdések addig gyötörték őket, okoskodtak, taglalták, szembesítették egymással a dolgokat, azok egyszerűen nem fontosak többé. Lehet, hogy nem tudnának rá precíz, exakt választ adni, de olyan feleleteket kaptak, hogy azok töltik be őket, és ezek a kérdések azok mellett eltöltülnek. Majd eljön az idő, amikor minden titkot és minden tudományt megismerünk, és akkor minden kérdésünkre választ kapunk. És azt is megmondja Jézus, hogy hol van az Isten. Az asszony azt kérdezi, hogy a Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben. És Jézus erre azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Itt fordul meg ennek az asszonynak a sorsa. Egészen más irányt ad Jézus az ő gondolatainak. Nem egy harmadik hegyet mond, hogy nem itt, nem ott, hanem amott. Nem magyarázni kezdi, hogy mindenütt ott van Isten. Azt mondja, itt van. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ezután az asszonynak egy szava sincs már. Ott hagyja a korsót, hátat fordít és fut be a faluba, és hirdeti, hogy jöjjenek Jézushoz. Találkozott az Istennel. Hol? Jézusban. De az egy ember volt.
egy zsidó rabbi úgy ránézésre, és megint nem kezdett okoskodni és kérdezősködni. Olyan isteni hatalommal mondta ezt az önkijelentést Jézus, hogy ez meggyőző volt a számára. És ugyanilyen meggyőző ma is mindenki számára, akinek Jézus ezt valamilyen formában ma mondja. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ma is Jézus Krisztus az a hely, ahol mi Istennel találkozhatunk. És így kap választ arra is, hogy meg lehet-e változni. Mégpedig nem úgy, hogy leülnek és megbeszélik, hogy lehetséges-e vagy nem, és milyennek a módszertana, hanem úgy, hogy megváltozott emberként megy tovább. És a többieknek se kell bizonygatnia, hogy de igenis meg lehet változni, mert ránéznek és látják, hogy megváltozott. Így oldódnak meg Jézus mellett a mi emberi nyomorúságaink. Nem elvi vitákat folytat, nem tanácsokat ad. Belenyúl az életünkbe, láthatatlanul, isteni hatalmával és szeretetével, és más emberré válunk. Megváltoztunk, és nem kérdés többé, hogy meg lehet-e változni. Mert aki üres korsóval ment a kútra a vízért, az tele szívvel fut vissza, és viszi az élő vizet, az élet evangéliumát, és mondja azt másoknak, és van önbizalma, ha tetszik, pszichológusok fogalmazhatják át így, vagy kapta Jézus szeretetét és erejét, és azzal mondja, és nem gondolkodik, hogy jaj, de hisznek-e nekem, mit szólnak, nem nevetnek-e ki, akkor ez már nem kérdés, mert megváltozott. Mert ő oda már nem egyedül megy. Ő oda már Jézussal megy. Őt viszi a szívében, és Jézus viszi őt oda. Ott ő már Jézus Krisztus alkalmazottja, szolgálja, szócsöve, apostola. Ott ő már nem a magáért mondja, ott ő már igét hirdet. Azt az igét, amit először ő hallott, befogadott, ami őt átformálta, azt adja tovább. Ettől változik meg ma is minden ember. Hallja, befogadja, komolyan veszi, és egyszer csak kibudjan belőle. És úgy van szó szerint, ahogy itt Jézus mondja, az a víz, amit én adok néki, örök életre a buzgó víznek forrásává lesz ő benne. És rendbe jönnek a kapcsolatai is, ó, de sokszor látom ezt ma. Amikor valakinek Jézussal rendeződik a kapcsolata, rendeződik a házastársával, a gyerekeivel, a szüleivel, az ellenségeivel, a barátaival, a munkatársaival, mindenkivel. Nem túlzás az, amit gyerekkoromban az evangelizáció idején hallottam, hogy ha valaki megtér, a lova is megérzi. A lovához való viszonya is megváltozik. És mire való ő? Hát erre, hogy apostol legyen. Egy asszony lesz, egy ilyen asszony lesz Jézus Krisztus egyik legelső igehirdető apostol. Mert közben meghallotta azt, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És Jézushoz vezet másokat. Lehet-e ennél szebb küldetés? A Dániel 12.3 jutott eszembe, ahol azt olvassuk, hogy akik sokakat az igazsággal vezérelnek, fénylenek, mint csillagok, örökkön örökké. Ezt csinálja ez az asszony. Egy sötét alak, sötét múlt után, sötét bűnöket takargatva, egyszerre elkezd sokakat a világossággal vezetni, és fénylik, mind máig. Olvassuk az ő történetét, és épülünk rajta keresztül. Nem az a kérdés, hogy milyen szívvel jöttünk ide, hogy mennyi sötétség van a múltunkban, hogy mi minden nyomorít meg most minket. Az a kérdés, hogy ezekkel igazán Jézushoz megyünk-e, engedjük-e, hogy ő ott megvilágosítson, más emberré tegyen, és sokakat világossággal vezérelhetünk mi is. Hogyan? Kiket? Ha valaki Jézussal való találkozása előtt beszél ennek az asszonynak erről, tiszta bolondságnak tűnt volna neki. A Krisztussal való találkozása után a legtermészetesebb dolog volt. Mit is tehetett volna más, mint megy be és oda hív másokat is Jézushoz? Ez a legtermészetesebb. Amíg elvileg gondolkozunk rajta, addig azt jelenti, hogy még nem vagyunk alkalmasak rá. Még előbb minket kell az ő igényének átformálnia. Ha átformál,
a legtermészetesebb módon jön belőlünk, és mondjuk. És lehetünk mi is olyanok, akik sokakat igazságra vezetünk. Testvérek, gyógyuljunk ki abból, hogy tüneti kezeléssel, helyi érzéstelenítéssel próbáljuk valamennyire elviselhetővé tenni a nyomorúságainkat. Döntsük el, hogy hisszük vagy nem hisszük azt, hogy benned mindent meglelek. Jézus Krisztusban van, ami életünk minden nyomorúságának a radikális megoldása. Rajta kívül pedig kínlódhatunk, küszködhetünk, ameddig akarunk. Átmeneti enyhülés beállhat, becsaphatjuk magunkat ezzel. Szabadulás nincsen. Ő a szabadító. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi önmagunkat akarjuk sokszor orvosolni, máskor meg lemondunk arról, hogy változtatni lehessen. Köszönjük, hogy lehetséges ma is veled találkozni. Köszönjük, hogy te ma is leülsz egy-egy Jákob kútjának a kávájára, és várod a magányosokat, kiközösítetteket, kétségbeesetteket, terhek alatt roskadozókat, kérdésekkel és kételyekkel viaskodókat. Köszönjük, hogy így vártál most itt minket is. Kérünk téged, hadd tudjuk tőle fogadni azt, amit te mondtál nekünk. Hadd tudjuk komolyan venni, amit most komolyan mondasz nekünk. És a te közeledben hadd legyünk mi is más emberekké. Ami üres vallásosságunkból hadd legyen élő hit, ami magunk sajnáltatásából hadd legyen küldetés, ami kérdéseink hadd kapjanak tőled választ, vagy hadd évüljenek el. Kérünk, hogy tégy minket öröm.